Elég nehéz időszakon van túl a Mátersz-Somosó-Magyaróvár csapata. Nem biztos, hogy csak könnyűeket fogok kérdezni. Kezdjük az Európa Ligával. Ebben a sorozatban 3 mérkőzés meg tudott nyerni a csapat, és 3 mérkőzésen szenvedett vereséget. Hogyan értékelhető? Csalódott Gyurka János az Európa Liga szereplés miatt? Az első mérkőzésünk káprázatos volt, az mindenki láthatta, hogy hol tartunk, mindenki láthatta, hogy milyen felfogásban kézilabdázunk. Annak idején ki is fejtettünk, hogy egy magas támadás számot, egy dinamikus tempó kézilabdát, és az ellenfélre ezt rákényszerítve tudtuk játszani, és elég eredményesek, hatékonyak is voltunk már ebben, hiszen hogyha azt nézzük, hogy 55 és 60% között tudtunk az effektivitásban nyújtani, ez egy nagyon jó, és illetőleg a védekezésnek a faultok száma is elérték azokat a 35 fölöttieket. Tehát egy koncentrált, céltudatos, egy nagyon dinamikus kézilabdát játszottunk. Itt meg kell említenem, hogy ugye ért bennünket egy veszteség, hiszen a 6 hónapig úgy dolgoztunk, hogy be kellett építeni 10 új játékost, és az egyik legértékesebb játékosunk, a beálló játékosunk elhagyott bennünket, el kellett, hogy engedjük, mert ő neki meg családi problémák adottak, úgyhogy itt kezdett átalakulni egy kicsit a csapatunk. Ez hozzátartozik ehhez a dologhoz, mert itt a mi felkészítésünkben és a csapatunkban minden játékos egy fogaskerék volt, és ezek egymásra épülten a játékban eredményesen tudtak működni. Úgyhogy itt megakadtunk, nem is kicsit, nagyon, hiszen a védekezés tengelyéből is elveszítettünk egyet. Ez azt jelenti, hogy át kell szerveznünk, és az átszervezés, ezt mindenki tudja, hogy egy rendszerbe történő beépítés az nem működik már a hónapra, vagy egy vagy két hét alatt. Kaptunk új játékosokat, ezek az új játékosok természetszerűleg ebben a rendszernek még nem tudtak teljes értékű lenni. Igazából tudom, hogy nem a panasz helye, viszont ez rendkívül fontos, hogy erről is beszéljünk. Elért bennünket a pandémia, az azt jelentette, hogy a csapatnak a felét elveszítettük. És aztán ez folyamatosan érkező és távozó játékosok voltak. Ennek van egy tudományos oldala, hogy ezt hogyan kell kezelni, ezt mi próbáltuk maximálisan betartani. Viszont a versenykiírások és a versenyidőpontok, ezek fixek voltak. Úgyhogy ebben nem tudtunk mit csinálni, szembe kellett mennünk azokkal a versenyekkel, amivel legszívesebben halasztás lett volna a legjobb, de viszont erre nem volt nekünk lehetőségünk. Úgyhogy így megfogyatkozva, és hát szépen kudarcot valva, így mondhatjuk így azért itt 4 szem között, bár én büszke vagyok a lányokra mindenféleképp, a játékosainknak a nagy része ilyen versenysorozaton még nem vett részt. A játékosok nagy része még ilyen versenyterhelésekben nem vett részt, bár hangsúlyozom, hogy fel voltunk rá készülve, mert az előző mérkőzések is megmutatták. De maga az a leépült állapot, ahogy ők visszaértek, és ebben a sűrű, hiszen 2 hónap alatt 13 mérkőzést kellett, hogy lejátszunk, és mellette azért nagyon sokat utaztunk is. Tehát nem volt a felzárkóztatás, vagy a helyreállításnak nem volt itt az ideje. Ezeket a játékosokat úgy kellett harcba vinnünk, ahogy megérkeztek. Ez köztudott, hogyha egy kicsit emögé nézünk, hogy a Covid milyen leépítéseket tud végezni
ami a sportra nézve addig legfontosabb, hogy a mitokondriumokat támadja meg és öli meg. Ez az energia előállítás, az energianyeréseknek a egyik központja. Aki volt ilyen vírusfertőzött, az tudja nagyon jó, hogy hogy le tud építeni valakit, és hát nálunk ez volt olyan játékos, hogy nem két hétig, hanem három hétig is szenvedett ebben a fertőzésben. Egy edzéssel visszaállni, és ezt a magas szintű teljesítményt elvárni embertelen is lett volna, úgyhogy ezt tudomásuk kellett vennünk, ennek a tudatában játszottunk, igaz, hogy nem azt játszottuk, amit tudtunk, hanem azt játszottunk, amit igazából, most nem kellett volna, hanem azt játszottuk, amit tudtunk. Szinte felelősségre vonják a mi klubunkat, amiatt, hogy egy játékos most nem tudott, és hangsúlyozom a tudottat, elmenni a válogatottban. Tóth Eszter tőlünk lett válogatott, Szemerei Zsófi tőlünk lett válogatott, Pásztor Noémi tőlünk lett felnőtt válogatott, és Tóth Gabit is most hívták be a válogatott keretbe. Hogyan kell kezelni most ezt a helyzetet? Számomra a magyar válogatottnál nincs feljebb, és szent és sérthetetlen. Ez a kiindulási alap, amit gondolom, hogy ki kellett hangsúlyozni. Hiszen a magyar kézilabdázás ezen keresztül dotált, ezen keresztül sorolják be különböző szintekre, és ezért is küzd a mai napig minden olyan magas szintű kézilabdában dolgozó ember, illetőleg játékos is, hogy a legmagasabb szintet tudja elérni. Az, hogy már itt tartunk, két év edzés munka után, hogy ilyen játékosokat tudunk, ahogy említetted, akikre rendkívül büszkék vagyunk, és ezt a folyamatot szeretnénk még majd tovább is fenntartani, és játékosokat nevelni a magyar felnőtt női kézilabdázásnak. Ezáltal azt gondolom, hogy a klub megítélése is, és Moson-Magyaróvár hírneve is még inkább fémjelzet tud lenni. A Gabi esetére egy kicsit mögé kellene néznünk ennek a dolognak, hogy egyetértünk vele, hogy nem, ezt mindenkinek saját magának kell eldöntenie. Mi azért dolgozunk, hogy a játékosért mindent meg tudjunk tenni, és a játékos jól érezze magát a bőrébe, és a legjobbat tudja nyújtani, hiszen a szurkoló lesz ennek a győztese mindenképp. Illetőleg a magyar kézilabdázás. A Gabika úgy jött ide hozzánk, hogy két térdműtét után sántítva tudott járni, és a futás teljesítmény és a kondicionális képességei nem voltak a legjobbak. Hogy 6 hónap elvégzett munka után már meglelte saját magát a játékban, láthatóan élvezte, örömet nyújtott neki a kézilabdázás. Ennek a szurkolók is alá tudják húzni, hiszen ők voltak, amit említettem, a győztesei, a nyertesei, és a csapat morál is sokkal jobb volt. Majd amit említettem, ez a Covid vírus azért őt rendkívül megtépázta. Mikor az első meghívást kapta volna a Lovától, akkor, és ezt egyeztette is velem, akkor nagyon örültünk, hiszen egy olyan Tóth Gabink volt, akire mindenki büszke lehetett, és valójában oda is vezetett az út, oda kellett volna mennie, viszont pont elkapta a koronavírust, és ő 3 hétig egyfolytában nagyon keményen küzdött vele. Azt kell tudni, hogy ilyen esetben, egy ilyen fertőzés esetében a sportoló a gyorsaságát és a dinamikáját veszíti el. Azért emelem ki, mert a játéknak ez egy nagyon fontos kritériuma, hogy a gyorsaság és a dinamika meglegyen, hiszen ezt a játékot nagyon gyorsan és dinamikusan kell játszani. Ezek után, egy idő után, hogyha már ezt elveszítetted, és még nem tudtál visszajönni, akkor az állóképességgel támadja meg, amit említette a mitokondriumoknak a mitokondriumon keresztül. A Gabi úgy csatlakozott vissza hozzánk, hogy egy nappal, és ő volt az, akit előre említettem, egy nappal a versenyünk előtt jött vissza, 0 edzéssel, 0 felkészítéssel, és hát
szenvedtünk is miatta, nem csak ő, hanem mindenki. Látható volt a játéka, látható volt a teljesítménye, és pontosan a dinamika és a gyorsaság miatt nagyon sok hibával játszott. Emellett, hogy ugye nem volt rendesen felkészítve sem, küzdködött még egy nagyon komoly csonthártya gyulladással. Nem szólt egy szót sem, ugye nem kenyerünk az, hogy panaszkodjunk, hanem próbáljuk megoldani bármilyen szinten is azt a kihívást, azt a helyzetet. Na most ebből az állapotból ő azt szűrte le, hogy neki nincs ott a helye. Mint pszichésen, mentálisan is teljesen a padlón ülve, neki most nem lenne ott a helye. Szerette volna felépíteni magát, és én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben a Gabi egy jó döntést hozott meg. Még hogyha károsult is a magyar kézilabdázás, de én azt gondolom, hogy ebben az esetben nem tudta volna azt adnia, amit ő szeretett volna adni, nem tudta volna azt adni, mert tudja, hogy mit kell adni, hiszen már többször megjárta a magyar válogatottat. A fiatal kora ellenére azért rendkívül tapasztalattal bír, hiszen már 18 évesen a címeresmezt magára tudta húzni. Úgyhogy mi büszkék vagyunk a Gabira, ezt a döntést ő hozta meg, ebben a döntésben neki mindenféleképpen ugye helyt kellett állnia, és ki is állt. Vannak ellenpéldák, például van olyan játékosunk, ugye, aki vállalta a magyar válogatottat, és szintén nem tudott teljesíteni. Tehát nem csak a nevet kell meghívni, hanem a név mögötti teljesítményt is le kell tudni hívni. Ez megint arra sarkal, azt gondolom, hogy ezeket naprakész információkká kell alakítani, és itt biztos, hogy a Moson-Magyaróvár úgy, mint egy fiatal klub, és még eddig nem adott válogatottságot, nyilvánvaló egy kommunikációs csatorna kiépítése rendkívül fontos lesz. Relatív kevesebb fiatal játékos kap lehetőséget a csapatában. Ezt mennyire érzi helyén valónak? Hogyan lehet ezt a kérdést egy kicsit kibontani? 8 éven keresztül dolgoztam az utánpótlásban. Korosztályos válogatottakkal is foglalkoztam. A tapasztalatom az, hogyha egy játékost nem készítünk fel. Adva van egy játékos, akinek ez a játék praxisa egyáltalán nincs meg, ahova érkezett. Én azt gondolom, hogy itt a türelem és a munka az, ami az elsődleges. Egy játékosnak be kell fektetnie azt egy bizonyos óraszámot. Ezt nem lehet napban, nem lehet hónapban, ugye vannak, akik gyorsabban fejlődnek, vannak, akik kevesebben fejlődnek, és adoptálják azt a jellegű munkát, és játékba tudja építeni. Ha túl gyorsan haladunk, akkor a játékos igazából nem fog semmit. Ha mentálisan azt mondjuk neki, hogy igen, persze, te nagyon ügyes vagy, és a pályán pedig kudarcok fogják érni, akkor kettőt léptünk hátra. Ez mindenféleképp így van. Az, hogy a játékos meg szeretné magát mutatni, meg méretni, ez egy teljesen természetes dolog. Itt ugye említettem, hogy a NEK-án dolgoztam hosszú-hosszú éveket, már hogyha utánpótlásban így lehetne, de onnan a tapasztalatom is, hogy rendkívül türelmetlenek ezek a játékosok. Ha én visszagondolok, hogy mi volt a mi időnkben, és mi van most, akkor ez megint csak összehasonlíthatatlan, viszont össze kell hasonlítanom. Ha, mint említettem, egy jó pár száz órát azért erre pluszba szorgalmi feladatként rá kell szánni, hogy én oda tudjak érni egyáltalán a pályán, ahova kellene, hiszen a fizikális és a mentális állapotokat arra a szintre minimum fel kell fejleszteni, ahova én szeretnék versenyezni. Ebben az esetben azért nincs így. A klubnak a filozófiáját ugye már lefestettem, és egy fiatal játékosnak ezt nyilvánvaló meg kell, hogy értse. Abban az esetben, ugye itt említetted, hogy van egy pár játékosunk, abban az esetben, hogyha a játékos több hónapot beteg, és kiesik ebből a munkából, kiesik ebből a képzésből, értelemszerűen még többet veszít a különböző képességeiből, és ez az NB1, illetőleg az Európa Liga, ez nem predesztinál ezekre a dolgokra.
Tehát így kényszerűségből nyilván kellett adni játék lehetőséget, ezt láttuk is, hogy még hol vagyunk. Ettől szívesen óvnám meg ezeket a játékosaimat, akik kicsit mondhatni törtetve szeretnének haladni. Ez egyetlen egy klubban nincs így. Mindenkinek megadjuk a lehetőséget, csak meg kell várnia azt a pillanatot, és azzal a pillanattal kell tudni élni is. Eredménycentrikusság is van e mögött, a klubnak eredményt is fel kell mutatnia. Azt is tudjuk, hogy itt a létszámról is beszélünk, hogy nem a optimális létszámmal és kerettel tudunk sokszor dolgozni, de aki ezt nem tudja kivárni, az biztos, hogy nem fog tudni odaérni sem, ahova szeretne elérni, mert ez nem csak akarat kérdése, hanem itt a tanulási folyamatoknak az egymásra épültsége is nagyon fontos. Az, hogyha valakinek az akarása megmutatja, akkor az inkább a pluszmunkával és a pluszmunka elvégzésével kell, mert gondolom te is tudnál azért sok olyan játékost mondani, hogy még az edzés idő elvégezte után mennyi időt fordít arra, hogy esetleg a saját képességeit még tovább tudja csiszolni. Ezt hiányolom, nekünk ebben sajnos még szintén előre kell lépni, hogyha szumázni akarjuk, és nem elég megkapni, bár sokan ezzel nem értenek egyet, nem elég, ha megkapja azt a pozíciót az a játékos. Én azt gondolom, és oda tapasztalatom ebben, hogy azt el kell vennie. El kell vennie, ez olyan, mint a zseppénz, hogy megdolgozok valamiért. Igazából a zseppénzt gyorsan elköltöm, és nem értékelem olyannak, mint amilyennek gyakorlatilag a célja lenne. Ha már meg kell dolgozni azért, ami a zsebemben van, vagy meg kell dolgozni azért, és elveszek valakitől valamit, akkor az azt jelenti, hogy már teljesen, majdnem, hogy kész vagyok arra, hogy jó teljesítményt nyújtsak egy pályán. Kicsit nézzünk előre, meghatározó játékosok vállaltak újabb egy-két évet a klubban. Ez egyrészt megnyugtató, hogy van egy váz. Mit gondol a jövőről? Az örömmel tölt el, hogy minden olyan tervezett munkát, amit elvégeztünk és el tudtunk végezni, mind a szakmai vezetés, mind a vezetőség és az elnökség is mindenben támogatott bennünket. Ezért köszönet nekik, hogy hozzásegítettek bennünket ezekhez a kritériumokhoz. A másik oldalról olyan munkát szeretnénk végezni, és olyan, az nagyon fontos, fókuszban van nálunk mindig, hogy a játékos egy flow érzéssel tudjon dolgozni, legyen az öröm mögötte, szívesen jöjjön, és mosolyogva végezze el azokat a munkákat egy olyan közegben, amit szeret, amihez kötődik, amit a magáénak tud vallani, még hogyha ez a pár hónap, ez most sajnos egy kicsit keserűbb is lett. Ezt ki fogjuk küszöbölni mindenképp, és azt látható, hogy ez a fajta munka, amit itt végzünk, azért az előbb is említetted, hogy a válogatott játékosoknál azért lecsapódik, helyt tudnak állni, és egyre inkább jobb teljesítményeket tudnak nyújtani. Ez örömteli. Valójában egy klubnak fejlődnie kell, és hogyha a bázisa nem tudja garantálni a folyamatos utánpótlásokat még nem teljesen épült ki, akkor körül kell nézni mindig, hogy kik lennének azok a játékosok, akik még elérhetőek a számunkra, akikkel az elképzelésünk szerint egyfajta elképzési munka után, és az mennyi az a munka, tehát itt nagyon sok kérdés van egy játékosnak a érkezése előtt, amit elő kell készíteni, és meg kell tudni félig meddig válaszolni, ami nem egyszerű dolog, egy komoly szakmaiságot is fektetünk ebbe, nem csak én, hanem kollégám, a Stranik Ferenc is, és Benkovics Edit pedig ugye a fiziológiai hátteret, illetőleg hát a pszichés oldalon is dolgozunk Ákossal. Ezeket a felméréseket összevetve próbálunk egy egyöntetű választ adni, hogy ez a játékos nekünk meg fog-e felelni. A személyiség profilja jó-e, beleillik-e ebbe a közegbe, olyan habitusú-e, tud-e olyan döntéseket, vagy esetleg a győzelmi kényszer mennyire van benne, és ez hogy mutatkozna meg a mi csapatunk. Ezeket a kérdéseket folyamatosan elemezve,
próbálunk még választani magunknak olyan játékosokat, illetőleg azt, amit kiolvashatunk azokból a kritériumokból, hogy a csapatnak milyen felállásonak kell lenni, és ez nekünk hogy fér bele a financiális oldalról. Láthatóan, hogy erősödnünk kell mindenféleképp, és elsődlegesen a számok tükrei azt mutatják, hogy az átlövéseket mindenféleképpen, tehát átlövő pozíció mindenféleképpen kell, hogy erősödjünk, illetőleg a vonalon, a beálló pozíciókban. Ugye ez irányban dolgozunk, ez irányban szeretnénk fejlődni, ez irányban szeretnénk még egy stabilabb csapatot építeni az elkövetkezendőben. Óriási siker lenne a tavalyi harmadik hely annak a környezetében végezni, hiszen mindannyian tudjuk, hogy megőrizni ezt az elit tagságot az sokkal nehezebb, mint egyszer megszerezni. Pontosan így van. A elsődleges célja a klubnak az kell, hogy legyen, hogy az első öt helyezés egyikét tudjuk elérni. Ebben most nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hiszen a sűrű versenysorozat alatt és ez a pandémiás betegség sorozat alatt elveszítettünk 4 pontot, amit igazából nem terveztünk elveszíteni. De hát látható, hogy azzal a vékony kerettel egyszerűen nem tudtunk megújulni, nem tudtunk olyan helyzetbe kerülni, hogy félretegyük azokat a negatív hatásokat, illetőleg a játékrendszerünk megváltozásával alakult ki ez, hogy elvesztítettünk 4 pontot. Így ez egy kicsit kiélezettebbé vált ez a negyedik, ötödik helyért történő versenysorozat. Magunkra hoztuk azokat a rivális csapatokat, akik idáig kellő távolságban voltak, úgyhogy ez számunkra új feladatokat ad. Többek között az, hogy még pontosítjuk azokat a játékrendszereket, illetőleg a két új játékosunkat, akik érkeztek a klubhoz, még talán jobban és pontosabban be tudjuk építeni a teljesítmény szinten. Ez mindenféleképpen fontos. A másik oldalról azért azt tudni kell, hogy ezek a játékosok, akik itt vannak nálunk, ezek fő célja az, hogy azért legmagasabb szintre tudjon eljutni, úgy a játékban, és netán a válogatottságért is versenybe tudjon szállni. Ez egy komoly dolog, mert ez egy motivációs erőt jelent, és mi emögött állunk, a mi stábunk ezt preferálja elsődlegesen, és így talán még azoknak a komoly célokért küzdő játékosoknak a megszerzése is, ha nem is inkább alanyagi, de inkább erkölcsi oldaláról mindenféleképpen arra ösztönzi őket, hogyha látja, hogy egy jó munka folyik és egy eredményes klubban tud szerepelni, akkor így könnyebb őket megnyerni a feladatnak is, hogy ide jöjjenek a Mosonmagyaróvári klubban természetesen. Tehát ezért is fő cél, hogy a nemzetközi porondra induló jogot újra ki tudjuk magunknak vívni.